A legerősebb összeállításban érkező vendégek nagyon motiváltan kezdtek a Fokhíjas kosársuli ellen, így 10 perc játék után már 19 ponttal vezetett a csata DS-e. A második 10 percben újabb 21 pontot tett hozzá előnyéhez a fővárosi együttes. A fordulás után kezdtek magukra találni a hazaiak, de ez csak arra volt elég, hogy szorosabb negyedeket játszanak, valamint 100 ponton belül tartsák az ellenfelet. Az eddig mindössze egy vereséget szenvedő csata DS-e végül 60 pontos győzelemmel távozott a Szent Imre gimnázium csarnokából. Igen, csak indiszponáltan kezdtük a mérkőzést, valahol nem tudtunk fölpörögni, valahol megelégettünk azzal, hogy előző nap megnyertük a Munnadelne junior mérkőzésünket, és ez valahol az első fél időre maximálisan rányomta a bélyegét. A második fél idő az már valamivel azért jobban működött. Tehát ugye ott azért fél időben próbáltam kicsikét megértetni, hogy azért nem ártana itt is összeszedni magunkat. Ott már a védekezésünk is sokkal hatékonyabb volt, sokkal inkább sikerültek olyan helyzeteket kialakítani, amiből pontot tudtunk dobni, és így hál' Istennek nem lett 100 pont feletti a vereségünk, így most nem azt mondom, hogy ez a vereség ez egy könnyen megemészthető, de hát ilyen is van sajnos. Szombaton újabb hazai meccs vár az NKS-re, 16 órai kezdett el a szintén 3 győzelmet számláló Dávid Kornél kosárlabda akadémia csapatát fogadják Farkasinszky Gyuláné tanítványai. A Dávid Kornélt azt mindenféleképpen meg kellene venni, tehát amikor idegenben voltunk, akkor is ugye két olyan sérülés nehezítette a dolgunkat, tehát ott sérült meg a Fekete Dóra és meg a Patrícia is. Na most, ugye most ezen a mérkőzésen még nem tudom, hogy az Orsi fog-e játszani, vagy sem, ugye az a héten fog kiderülni, hogy engedik-e már pályára lépni. Viszont ugye itt van a Vivien, itt van a Takács Anna, Patrícia felépült, és én úgy gondolom, hogy a juniorjaink is azóta sokkal-sokkal hatékonyabbak és erősebbek lettek, és én remélem, hogy az a hazai pályán ezt a mérkőzést minden szempontból sikerül megnyernünk, de ez a cél, tehát itt nem lehet más elvárás a lányokkal szemben. Az amatőr NB egy piros csoportjának tabelláját a 100%-os TFS-e vezeti a 13-1-es mutatóval álló csata DS előtt. A nyíregyházi kosársuli 3 győzelemmel és 10 vereséggel várja a folytatást.